estét kívánok! Köszönjük szépen a Gurman zenekarnak a kellemes zenét. Az Amnesty International globális levélíró maraton kampánya az jelenleg már a világ legnagyobb emberi jogi eseménye. Ez nagyjából 12 évvel ezelőtt kezdődött. Ugye az volt az ötlet, hogy hogyan lehet a sok-sok visszaélés és szörnyűség, kínzás, indokolatlan börtönbüntetés, halálra ítélés ellen békés eszközzel tüntetni, és hát amit a legfontosabb, valahogy ezeket a történeteket visszafordítani, segíteni az áldozatoknak. Ma este is 10 történetről beszélünk a kötet kapcsán. 9 személynek és egy közösségnek a történetéről. De nyilvánvalóan kismillió visszaélés, kismillió jogtiprás történik a világban. Mi alapján válogat az Amnesty International? Mi alapján döntitek el, hogy odaálltok egy ügy mellé? Erre van egy viszonylag egyszerű válasz. Ugye mi egy független világmozgalom vagyunk, nagyon-nagyon kevés az erőforrásunk, és a mi célunk az az, hogy hatást érjünk el a világban, hogy kicsit jobb helyét tegyük a világot. Éppen ezért nagyon-nagyon ilyenkor mindig összeülünk, és nagyon-nagyon stratégiai döntést próbálunk meghozni. Elsősorban olyan eseteket választunk ilyenkor, akiknek nem csak a sorsán tudunk változtatni, hanem az ő általuk képviselt jogsértést rendszer szinten is akár javítani tudunk. Szerintem ezt tudjuk tenni, olvasni, és az olvasáson keresztül támogatni. És ha mi ezzel kiadóként hozzá tudunk járulni, nem csak ezzel a könyvvel, mi nagyon sok minden olyasmit adunk ki, amire azt gondolom, hogy fölhívja a bizonyos társadalmi hullámokra, veszélyekre, alakulásokra a figyelmet. Tehát mi kifejezetten figyelni próbálunk ezekre a történetekre. Ezt javaslom a többi kiadónak is, az olvasóknak meg azt, hogy tanuljanak ezekből, és csinálják úgy az életüket, hogy másnak se fájjon. Kérdezte Daniel Quintero-tól a fél sötét cellában. Hagyj aludni. Az őrök nem hagynak, nem én. Hidd el, hogyha meg lehetett volna győzni őket bármiről, akkor nem lennél fenn annyi ideje, amennyit még sohasem töltöttél ébren. Sőt, akkor meg sem vertek volna. Sőt, akkor már rég nem is lennél itt. 21 éves és kormányellenes tüntetés, és akkor itt. Ezen a ponton tudtam, hogy ott akkor ez lesz az én történetem. És hát igen, tehát ehhez közöm van. Ezt úgy éreztem, hogy ez egy olyan történet, amit meg tudok írni. Kína a világ legkorruptabb rendszere. Azért tudnánk mesélni a magyar rendszerről is ezt-azt. És Kínában egy ember felemelte a korrupció ellen a szavát, bum, azóta ül a börtönben. Ha én felemelem a korrupció ellen a szavamat, nem történik semmi. Ahol ezek a nők élnek, és ahol nem jutnak rendes orvosi, illetve nőgyógyászati ellátásra, igen sokszor a törzs vagy a hely varázslójára bízzák rá magukat, és ennek azért igen ritkán van jó vége, bár én hiszek a természetes gyógymódokba is, de hát ugye az nem minden esetben segít. Mi lesz azzal, akiről beszélnek? Akinek nem sikerül, nem úgy sikerül, nem megy. Szétbeszélik, darabokra beszélik, lebeszélik róla a húsát. Kibeszélik, kívülre beszélik át. Titkok, amiket őriznek előled, titkok, amiket neked kellene megőrizned mások elől. Mindent látó szuperszemek, mindent halló szuperfülek gyűjtik és gyűjtik és gyűjtik a titkokat. Próbáljuk azt gondolni, hogy civilizáltan tudjuk ezt művelni. Nyilvánvaló, hogy ez nem igaz. Tehát onnan kezdve, hogy valakinek fegyver van, és már valaki másnál nincs, a civilizáció gyorsan pillanatokat tűnik el. És ezt valahogy ellensúlyozni kell, vagy meg kell próbálni ellensúlyozni. Persze ez illúzió, de mindenkinek az életében van egy olyan pillanat, mikor egy illúzió hajlandó bármire. Akkor alkalmasnak találtak tengerésznek. Most azt kell bebizonyítanom, hogy normális vagyok. Utána következhet az úgynevezett nemi átalakító műtétsorozat az állami kórházban. Hormonkezelésnek vetnek alá, sterilizálnak, de ebből én nem kérek. Illetve megismerkedhettem ezzel a személlyel, Jeanette-tel, Jeannal, Tiborral vagy Noéval, ugye? Akkor főleg ez ragadott meg benne, hogy nem az a típusú
Tehát nem az a klasszikus történet, amit mindenki elképzel, amikor a transz neműségről gondolkodik, hogy ugye vannak a férfiak, akik átoperek magukat nővé, vagy fordítva, hanem... Nem is tudom, hogy miről. Nem tudom, mit akartam mondani. Nem tudom, mit próbáltam mondani. Próbáltam játszani a szerepemet, persze, próbáltam okos lenni. Már éreztem, hogy olyan dolgokról beszélek, amikhez semmi közöm. Amiket nem értek. Éreztem, hogy valószínűleg egyszerűen nincs igazam. Köszönjük szépen a figyelmet, és akkor minden jót mindenkinek.